Sziasztok! Talán még emlékeztek rá, hogy eléggé meg voltam elégedve az AIMA a 07 es erősítőjével, mert az árához képest végül is viszonylag jó a rendelkezett, na persze nem az audiofil értelemben, hanem úgy általánosságban. Bár voltak a konstrukcióval és a funkciókkal kapcsolatban kritikáim is, de azért mindent egybevéve ennyi pénzért nem várhatunk csodákat sem. Ráadásul azóta teszteltem más olcsó D-osztályú erősítőket is a csatornámon, és azt is megmerem kockáztatni, hogy még mindig a TPA 3255-ös végfog hangja az, amivel jobban együtt tudnék élni, főleg, hogy a magas tartománya nem olyan karcos és ropogós, mint egyes Infineon chippel szerelt társainak. Szóval amikor az AIMA megkeresett, hogy tesztelném-e az a 07 továbbfejlesztett változatát, az A07 Pro-t, akkor nem is volt kérdés, hogy elvállalom. A Pro hangja természetesen továbbra is eléggé rendben van, főleg a 70 dolláros átszédulát figyelembe véve, de ha technikai oldalról közelítjük meg ezt a kis dobozt, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy a korábbi bosszantó dolgok mellé sikerült újabbakat is kreálnia az Aima mérnökeinek. Ha esetleg nem láttátok még az eredeti A07-ről készült videómat, akkor azt most megtehetitek a képernyő jobb felső sarkában megjelenő kártyára kattintva, illetve a videó linkjét sok egyéb más információ mellett megtalálhatjátok a videóm leírásában. A főcím után pedig rögtön kezdünk is. Mielőtt elmerülnénk a mai témában, engedjétek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni a csatornámon, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozatok is fel, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát természetesen támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a keresztül. Ezeken felül közvetlenül a Youtube-on keresztül is küldhettek adományokat a videó ablak alatti szuper köszönet gomb segítségével. A videóhoz kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Most pedig nézzük meg közelebbről az Aihima A07 Pro-t. Az A07 Pro doboza egy kissé alacsonyabb és körülbelül 1-1 centivel szélesebb és mélyebb is az eredeti A07-nél. Ahogy Henry Ford mondta, bármilyen színben kérhetitek, amíg az a szín a fekete. Az előlapon két bizalomgerjesztően masszív kapcsolót találhattok. A bal oldalival lehet be és kikapcsolni az erősítőt, amíg a mellette lévő a bemenet választásért felel. Ezzel a kapcsolóval a vonal vonalbemenet és a Bluetooth modul között választhattok, és a kapcsoló állását a mellette található apró ledek is visszajelzik. A kapcsolóktól jobbra található két kisebb potenciométert, amelyel a mély és magas hangok mennyiségét lehet szabályozni, végül az előlap jobb szélén helyezték el a hangerőszabályzó potmétert. A hátlapon a Bluetooth vevő antennájával kezdődik a sor, amelyet egy RCA csatlakozókat használó vonalbemenet követ. Ezek mellé került egy 3,5 mm-es jackajzat is, amely fix vonal kimenetként működik. A segítségével a rendszerbe tudtok fűzni akár egy másik A07-est, vagy egy aktív szubládát is. A sort a multifunkciós hangszóró terminálok, illetve egy szabvány DC tápcsatlakozó zárja. A felhasznált tápegység teljesítményétől függően a maximális teljesítménye az erősítőnek 70 és 300 watt közé lőhető. Amint láthatjátok, a próság ebben az esetben alapvetően a Bluetooth vevőről és a hangszínszabályzókról szól. Ahogy a bevezetőben is említettem, az A07 Pro a sima A07-ben is meglévő problémák mellé újakat is hozott magával. A hangszínszabályzó potmétereknek nulla állásban nincs reteszelése, ráadásul mivel azok recézett tengelyen rendelkeznek, ezért igazából a nulla állást oda tudjuk konfigurálni, ahová csak szeretnénk. A hangerő szabályzó működését továbbra sem értem, és ez a kritika már elhangzott az A07 Pro esetén is. A potméter nagyon kicsi elmozdulásra brutálisan nagyot erősít. Amennyiben szabvány vonalkimenettel rendelkező eszközt, mondjuk egy dakot kötöttem rá, a pótméteren néhány millimétert mozdítva már is fájdalmasan ordítottak az Acoustic Energy as százasaim. Nagyon nehéz normálisan beállítani a hangerőt, ha halkan szeretnénk hallgatni az erősítőt. A problémát még az is tetézi, hogy a beépített potméter meglehetősen pontatlan az alsó állásban, de persze ez érvényes a legtöbb olcsó hagyományos potméterre is. Szóval amikor nagy nehezen kellően halkra tudtam állítani, akkor meg az egyik hangsugárzom meg sem szólalt, és ez, ezt egyértelműen a potméter pontatlansága okozza. A megoldás erre a problémára egyébként az volt, hogy az A07 pro a potit szinte koppanásig tekertem, és helyette a dakon szabályoztam a hangerőt, mert különben a csatorna balansz elbillenése teljesen tönkrevágta a sztereó képet. Technikailag értem, hogy azért csinálhatta meg ilyenre az AIMA, AI hogy ki lehessen az erősítőből tekerni a vattokat rendesen, csak hogy erre semmi szükség, mert a vásárlók nagy részének nem lesz szüksége 300 wattra csatornánként, ugyanis ez egy asztali erősítő, és aki arra használja, amire való, az maximum másfél méterről fogja hallgatni a hangfalait, amihez nem lesz szüksége néhány wattnál többre még a legérzéketlenebb polcsugárzó esetén sem. Ha esetleg az AIM AI mérnökei nézik ezt a videót, akkor arra kérném őket, hogy gondolják ezt át, mert a maximálisan kitekerhető wattok helyett fontosabb a használhatóság, és a vásárlók 95%-ának soha nem lesz szüksége kétszer 50 wattnál többre, amúgy sem egy átlagos méretű szobában. Aki meg teljesítményéhes, tehát alapvetően drága hangsugárzókat szeretne meghajtani, az nem egy 70 dolláros erősítővel fogja ezt abszolválni. Még egyszer hangsúlyoznám, az ekkora büdzséből építkező átlagos felhasználóknak egyszerűen soha nem lesz szüksége ekkora csúcs teljesítményre, tehát ezért teljesen felesleges agyonvágni a felhasználó élményt. Inkább legyen ez egy Erősítő, ami csak 2x50 vagy 2 100 wattos, de cserébe lehessen értelmes módon szabályozni a hangerejét. Az erősítőhöz kapott 36 volt 6 amperes tápegységgel, az erősítő 100 watt leadására képes, csatornánként 8 ohmon, és körülbelül 130 wattra 4 ohmon, bár a TPA 3255-ös adatlapja szerint a csúcs teljesítmény közelében a torzítás is becsületesen elszabadul, szóval az értelmes módon kivehető teljesítmény ennél valószínűleg alacsonyabb. Jelenleg nincs olyan hangsugárzó birtokomban, amihez ez a teljesítmény ne lett volna bőségesen elég, úgyhogy még megfelelő tartalékok is a rendelkezésemre álltak. Az erősítő házát felpattintva viszonylag jó minőségű alkatrészekkel találkozhatunk, Nichicon és United Chemicon kondenzátorokkal, ráadásul oda, ahol igazán számít, audio grade Nichiconokat ültettek be. Végre a kondenzátorok nem simulnak teljesen neki a hűtőbordának sem. Összesen 5 darab NE 5532-es műveleti erősítőt is találtunk még a hang útjában, amelyeket foglalatokban helyeztek el, tehát forrasztás nélkül is cserélhetőek. A bemenet választást egy japán gyártású Nexem relével oldották meg. A potenciométereket a Pro esetében nem szerelték külön daughterboardra, szóval az egész elég koherens és profi munkának tűnik, legalábbis addig, amíg el nem érünk a hangszóró terminálokig. Egyrészt nagyra értékelem azt az erőfeszítést, hogy a pozitív terminálok bekötéséhez még egy pici nyáklapot is gyártottak, hogy így növeljék meg az érintkezési felületeket. A negatív terminálok rögzítési módja viszont már nem sikerült ennyire professzionálisra. Ezeket a csatlakozókat ugyanis közvetlenül a főpanelre forrasztották, ami több szempontból is agályos. Először is, ha egy kicsit is képes mozogni az ajzat, akkor a forrasztás egy idő után kigyengülhet és eltörhet. A mai modern eszközökben ólommentes forraszanyagokat használnak, amely sokkal ridegebb kötést képez, mint a hagyományos ólomtartalmú forrasztónok. De ha még kellően stabilis a csatlakozó rögzítése a hátlapon, a nyáklap és a fém csatlakozó ajzat hőtágulása akkor is különböző mértékű, ezért a felmelegedés és kihűlés is eredményezhet olyan jellegű mozgásokat a csatlakozó és a nyáklap között, ami miatt egy idő után bizony eltörhet a forrasztás. Mivel a forrasztónt erről a területről nem sajnálták, ezért valószínűleg ez nem egy hamar bekövetkező probléma lesz, de sokkal kívánatosabb lett volna a negatív csatlakozókat is inkább egy darab vezetékkel bekötni a többihez hasonlóan, mert az egy sokkal rugalmasabb bekötést tett volna lehetővé. Az eddig felsorolt dolgok egy része nem feltétlenül pénz kérdése, viszont ami talán már plusz anyagi ráfordítást igényelne, de mégiscsak hiányzik nekem egy Prónak titulált eszközből, az a független relés hangszóróvédelem. Természetesen az erősítő IC rendelkezik beépített alacsony tápfeszültség, túlmelegedés, túlvezérlés és rövid elleni védelemmel, de mi van akkor, ha maga az IC megy tönkre és ereszti rá a tápfeszültséget a hangdobozainkra? Ilyen esetben egy független hangszoróvédelmi áramkör még mindig megvédhetné a hangfalainkat a pusztulástól. Nem állítom, hogy egy 70 dolláros erősítőnél fájdalmas ennek a funkciónak a hiánya, de azért az ilyen megoldásoktól még prób lehetne ez a kis erősítő, és úgy tűnne, hogy az örök valóságnak készült. A technikai áttekintés után térjünk rá a hangminőségre, ami nem meglepő módon szinte teljesen ugyanaz, mint az eredeti A07-esnél. A kettő között nincs melbevágó különbség. Nyilván a jobb minősége, a alkatrészek azért segítenek valamennyit. Sajnos az én A07-esemmel nem sok értelme van összehasonlítani a prót, mert ugye az enyémen elég sok mindent átalakítottam. Például kicseréltem a műveleti erősítőket, a kondenzátorokat, és egy Elps hangerőpoti is dolgozik benne. De ráadásul, mivel továbbra sem tudom pontosan meghatározni a próna hangszínszabályzók 0 decibeles pontját, már csak ezért sem lehet tudományos módon összehasonlítani a kettőt. A hangja alapvetően a prónak is eléggé rendben van, hozza a tipikus d feszes mélyeket, a középtartomány egy kicsit talán visszahúzódó, de legalább a magas hangjai nem bántóak. A színpad mérete és kiterjedése is alapvetően elfogadható, nyilván mindezeket az erősítő árához mérten kell értelmezni a hangszerek térbeli elhelyezése nem éppen sebészi pontosságú, de azért kellő magabiztossággal helyezi el azokat a képzeletbeli színpadon. Alapvetően egy kezdő hifistának, aki nem szeretne a használt cuccokkal járó kockázatokkal szembesülni, és aki nagyon szoros büdzsével dolgozik, vagy valaki, aki egy másodlagos rendszert szeretne építeni a dolgozószobájában, esetleg a hálószobában, Nekik továbbra is ajánlott termék az AIMA a 07 Pro, már ha korábban említett a funkciókat érintő hiányosságokkal együtt tud élni. Ez az erősítő a hozzátartozó 36 volt 6 amperes tápegységgel, 95 dolláros áron vásárolható meg az AIMA weboldalán, ami elég barátságos lehet ahhoz, hogy képesek legyünk kompromisszumot kötni. Én már csak abban reménykedem, hogy az ai a jövőben a vattok hajszolása helyett ezeket az alapvető funkciókat érintő bosszantó hibákat fogja inkább orvosolni, és természetesen azt a modellt is nagyon szívesen gorcső alá fogom venni. Még egyszer köszönöm az ai a lehetőséget, ti pedig, ha meg szeretnétek osztani a véleményeteket ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt megtehetitek a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm a figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.